Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, és beszélgessünk a fókuszpontokról, mégpedig a fókuszpontok elosztásáról. Miért? Mert talán most ebben a 18 pont akár hanyadik update-ben, 18.04 vagy valamelyik ilyen update-ben változtattak annyit rajta, illetve mondjuk, hogy betették egy olyan irányba, amiről lehetséges, hogy már olyan szinten nem fognak változtatni, most már nem fognak túl változtatni, legalábbis a formulási rendszeren, hogy a fókusziskoláknak a OP-ságán, vagy éppen nem OP-ságán hogyan fognak változtatni, az majd elválik, de azt hiszem, hogy most talán elértek oda, hogy egy olyan rendszert csináltak, amivel a fókuszpontok formulásán már olyan szinten talán nem szükséges formulni, nem szükséges változtatni, maximum egy kicsit esetleg növelni a százalék arányokon, mert ez most egy kicsit vicces, és ez a 18.04. patch azért ez viccesen változtatott a dolgokon, és vicces dolgokat hozott be. Nem feltétlenül értek például én vele egyet, de egyelőre beszéljünk a fókusz iskolákról. Egy kicsit úgy átveszünk a fókusz iskolákat, elmagyarázom a pontok kiosztását, hogy mire kell ügyelni. El fogom mondani, hogy melyik iskola milyen stílusú játékosnak való, mondhatni így ki, mit szeret a Warframe-ben, úgy érdemes megválasztani az iskolát, amit komolyabban húzunk. Fogunk beszélni a fókuszpontok elosztásáról, hogy érthető legyen, hogy könnyebben lehessen farmolni. És ja, nagyjából ennyi. Lássuk csak, menjünk gyorsan oda a csinos szőke hölgyemhez, aki karosszékben ül állandóan, mert neki ez a munkája. Én leginkább az Anurak iskolát húzom, úgy éreztem, hogy az az egyik én iskolám, a másik az majd a Naramon lesz, csak még annyi energiát nem fektettem bele, de hamarosan azzal is játszadozni fogok. És beszéljünk általánosan arról, mire kell ügyelni a pontok húzására. Szóval, ha komolyabban kezdesz el ugye húzni egy iskolát, vagy feloldasz egy iskolát, az első dolgod, amire ügyelni kell, az a pool nevű képessége lesz, vagy éppen nem tudom, máshol is annak hívják, igen, annak hívják, a pool nevű képesség lesz, és az a pool nevű képesség, ahol itt egy számoló nekem most 8/24 van, felelős azért, hogy a képességeidet bekapcsolva tud tartani, mire gondolok itt. Ezt a pool nevű képességet növesztened kell, és minél jobban növeszted, annál több képességet fogsz tudni bekapcsolni. Nos, mire gondolok itt? Ha például kikapcsolom ezt a képességet, a pool megnövekszik. Ha kikapcsolom ezt a képességet, a pool már megint növekszik, és ugye ez például ki van húzva maxra, akkor annál a pool is annál több pontot fog felemészteni, szóval, hogyha be akarom kapcsolni, hogy a pool lecsökken, és így fogunk állni. Tehát minél több képességet akarsz bekapcsolni, annál több pontot fog felemészteni. Ugye a képesség akkor van bekapcsolva, hogyha rákattintasz, és ez a kis vonal, összekötő vonal pirossá válik, és nem szürkévé, és akkor a képesség össze van rakva. Na most, beszélgessünk egy kicsit az iskolákról, és kinek milyen iskolát érdemes változtatni, húzni, vagy váltani, vagy amit szeretni, vagy ha nem elégedett a sajátjával. Akkor végül sorrendben egy kicsit a Zenurikot. A Zenurik mondhatni azt, hogy egy ilyen általános iskola, az ő képességeik nagyjából az energia köré tehetőek, és annak a játszadozásával nagyon-nagyon hasznos passzív képességei vannak általánosan. Warframe-ek képességeire helyezi a hangsúlyt igazából, de pont ezzel, hogy ugye energiával foglalkozik, és a Warframe-ek képességeire helyezi a hangsúlyt, emiatt mindegyik Warframe nagyon kellemesen tud alkalmazkodni ez az iskolához. Én úgy vettem észre, tehát nem jelentett akadályban még Warframe-el is játszadozni, amikor ugye ez az iskola be van kapcsolva. Nos, és emiatt nem egy egészen hasznos iskolává válik, és nagyon jó képességeket ad a Warframe-eknek. Gyakorlatilag a Warframe energiájának, a Warframe képességeknek, például 20% plusz erő alapszinten energia visszatöltés, energia visszatöltés társaknak gyakorlatilag, és némi sebzést is ki tud osztani, hogyha aktív képessége van. Tehát a lényeg az, hogy ez inkább Warframe energiákra, Warframe képességekre alapoz, de emiatt valamilyen szinte mindegyik
mindegyike kényelmessé válik, de nem feltétlenül szükséges mindegyikhez. Na. A Naramon iskola számomra másik kedvencem, mert én nagyon szeretek kardozni, és a Naramon úgy gondolom, hogy az a iskola, amely azon játékosoknak kedvez, akik kardozni szeretnek ebben a borsonban, akik közel szeretnek venni az ellenfélhez, és leszeretik zúzni csába a közelharci fegyverekkel, és arra nagyon jó kitalált passzív képességeik vannak például. Na most, röviden ennyit lehet elmondani róluk, nem akarok mélyen belemenni, mert hosszú idő lenne mindegyikről elmagyarázni, lefordítani, stb. A lényeg az, hogy Naramon inkább a közelharci stílusú játékosoknak felel meg, és a képességeik, főleg a passzív képességeik azon játékosoknak felelnek. Például egy, a Shadow Step láthatatlan lesz, hogyha kritikust ütsz a kardoddal, de van itt olyan, hogy tisztázik a több affinity-t nyersz, hogyha megvesz egy ellenfeled, de van egy olyan, hogy 15%-kal nagyobb esélyed van, hogy a kritikust ütsz a fegyvereddel, és természetesen ez nőni fog, ahogy kihúzod jobban maxra. Szóval minden azt sugalja, hogy így kardoz, mert azzal jutsz nagyobb előhöz, és így is van. Na most, a Madurai például, ő is egy nagyon jó dolog, ő arra való, hogy akik inkább a fegyverekkel, tehát a lövő fegyverekkel vannak barátságban, mert minden olyan képességé, például slash damage-tad, puncture damage-tad, és impact damage-tad, lehetne akár kard is, ugyebár, de azt hiszem, hogy a fegyverek ezeknek a képességek például jobb-jobb hasznát vesznek. Ez itt a damage oldal annyira, majd beszélgetünk arról is. És ugye minden olyan képesség inkább arra hajt, hogy lőj, mert azzal jutsz jobban előnyhöz, és van benne valami. Például egy defense mission-re lehet, hogy ezt választanám, mert tehát annyira nem kardozok, bekapcsolom ezt a képességet aktívnak, és elmegyek, és lövöldözök, mint a hülye, és ugye kiterjesztett damage-en lesz. Szóval nem egy rossz dolog, hogyha mindegyik rész ki van már farmolva olyan szintre, amilyenre akarod, akkor nagy hasznát vesz az összes iskolának, de egyelőre, hogyha csak egyre fókuszálsz, és nem tudod, melyiket választ ki igazán, akkor tudod, hogy Warframe képességek, vagy általánosan akár melyik, tehát mindegy, kardozás és lövőfegyvere. Az Unariu az... Azt kell mondjam, hogy az ő képességei, ha bár egy hegy, de annál inkább a crowd controlról szólnak. Tehát arra szólnak, hogy nagy tömegeket tudj szabályozni, megállítani, körülvéfagyasztani igazából. És ezek a képességek e köré tehetőek ki. Nagyon nagy segítség a csapatnak ebből a szempontból, vagy nagyon nagy menekülés neked, hogyha például egy survivor van, de mondom, mind inkább arról szól, hogy a tömeget szabályoz. Ők lefagyasztanak, ugye kővé fagyasztanak, és különböző képességeik is, hogyha ha például kardozol, akkor valahogy esélyen kővé dermedhet az ellenfél, szóval értitek? Tehát valahogy így megpróbálja a tömeget szabályozni, inkább arra való. Szóval azoknak a játékosok, akik szeretnek így nagyban gondolkodni, és előre kitervelni a dolgokat a pályán, hogy szabályozni tudják azt a mob tömeget, ami jön felők. A Vazarin az egy tank karakter, tankféle játékosoknak való, akik... gyakorlatilag nem csak azon kívül, hogy fel tud egy kicsit éleszteni, fel tudja éleszteni a társait, hogyha elesik, így instant fel tudja éleszteni, de egyben viszonylag jól nyeli is a damage-et, szóval egy tank karakter és egy ilyen healer karakter mondhatni így, de azt hiszem, hogy inkább a tank karakter felé húz, inkább sem, mint hogy az élesztés felé lefelé tudni éleszteni a társadalmat, de nem olyan vészesen szükséges, mert vagy nem olyan megszokott, azt hiszem, a Warframe világában, hogy csak így feléled meg a társadalmat, hanem leginkább mindig oda megyünk és segítünk, és mivel hogy a Tenno nem mindig aktív, így aztán nagy hasznát nem veszünk, de viszont a sebzés elnyelő képességeinek elég jó hasznát veszünk. Lehet, hogy a kezdő játékosoknak valahol ez így jó volna, a nagyon kezdőknek, mert akkor ugye még nincs olyan nagyon jó modulásuk, és még nem értelik a olyan játékhoz, és akkor így ezáltal egy kicsit több sebzést tudnak elnyelni. Nos, ezek lettek volna az iskolák, most jöjjön a fókuszpontok elosztása.
A fókuszpontok kiosztása következőképpen működik. Ugye, ha ölsz, kapsz egy bizonyos számú XP-t, vagyis 100%-nyi affinity-t, ahogy ez a játék hívja. Azt a bizonyos számú XP-t, amit kapsz egy kill után, azt át fogja konvertálni fókuszá, mégpedig 1,25% fókusz pontot kapsz egy kill után. Tehát tegyük fel, ugye, hogyha 100 pontot kapsz egy kill után, 1,25 pontnyi fókuszt fogsz kapni. Ez ennyi fókuszpontot kapsz egy kill után, hogyha egy kill 100 ponttal ér föl. Ezért minél magasabb rangú ellenfelet ölsz meg, annál több fókuszpontot fogsz kapni. Nos, ezeket a fókuszpontoknak még mindig rásegíthetsz akkor, hogyha stealth skill-eket csinálsz például, és felsztekkeled a stealth skill affinity bónuszt egy 500%-ra, akkor természetesen több fókuszpontot fogsz farmolni. Ugye a 18. és akárhanyadik patchben egy nerföt kapott az egész fókuszpont farmolás szisztéma, és most már nem 5, illetve 7% a nagy lencse esetében a fókuszpont átkonvertálása, hanem csak 1,25, ezért a fókuszpont farmolás nagyon macera volt. Úgyhogy ha eleinte belefeküdtél ebbe a farmolásba, akkor most jó jártál, mert most csak nehezebb lesz a dolog, viszont mint mondtam is a videó elején, fölvett egy olyan irányt, amit lehet, hogy most már nagyon nem változtatnak, és legalábbis ezen az úton nem változtatnak, amit itt most mondani fogok, és így marad. Na most, hogyan oszlik el ez az 1,25%? Mert még ez is eloszlik, kedves barátaim. Tegyük fel, hogy bevihetnél egy játékra, ugye egy Warframe-et összesen fegyverek nélkül. Bármennyit öl a Warframe-ed a képességével, az az 1,25%-a csak is kizárólag a Warframe-et kapod meg. Tehát, ha benn vagy egy játékban összes felszereléssel és csak Warframe képességekkel ölsz, akkor a megszerzett XP-knek az 1,25%-át, és killeknek, mindegyik killek az 1,25%-át átkonvertálná a Warframe-eknek abban az esetben, hogyha Warframe-ekkel ölsz. Hogyha fegyverrel ölsz, akkor ugyebár ez megoszlik, mert nem úgy lenne olyan egyszerű a dolog, 0,62-t kap a Warframe-ed, és 0,62-t kap a fegyvered abban az esetben, ha csak egy fegyver van felszerelve nálad. Szóval az 1,25 XP-ből 0,62 a Warframe-edre jut, 0,62 a fegyveredvel a Warframe-ed mindenképp kap XP-t. Ha öl, ha nem öl képességekkel, akkor is fog kapni XP-t. Ezért hát manapság úgy érdemes farmolni, hogy minden fegyveredben van egy lencse, és a Warframe-edben is van egy lencse, mert ugyebár, hogyha bemész úgy, hogy a Warframe-edben van lencse, és ha bár a fegyveredben nincs, akkor az úgy működik, hogy megoszlik az XP a fegyvered és a Warframe-ed között 0,62-0,62 arányban. Ez azt jelenti, hogy a Warframe-ed 0,62 százaléknyi fókuszpontot kap, és a fegyvered, hát az nem kap semmit, mert nem tettél bele lencsét, és így gyakorlatilag elbuksz, gyakorlatilag csak fele annyi fókusz XP-t fog gyűjteni, mert elbukod a többi felét, mivel a fegyveredbe nem tettél fókuszlencsét. Nos, tegyük fel, hogy minden fegyveredbe, amit felszerelni tudsz, van egy fókuszlencse, akkor ugye 0,6-ot megkap a Warframe-ed automatikusan, és a másik 0,62% eloszlik a felszerelt fegyverek között. Minden fegyveredben legyen lencse, ha bemész egy küldetésbe, és a fókuszlencsét akarsz farmolni, vagy fókuszpontokat akarsz farmolni, mert akkor gyakorlatilag fogod tudni kihozni a maximális pontszámot. Na most, hogyan működik a társaktól kapott fókusz, mert ugye ez is létezik a játékban. A társaktól kapott fókusz XP, tehát a társaktól kapott XP mennyiséget is átkonvertálja fókuszá, de abból is 1,25-t kapsz. Tehát a társaid ölnek, és szereznek XP-t, annak az XP-nek, amit őt megszereztek, az 1,25%-a konvertálódik át a Warframe-eidre, vagyis konvertálódik át saját magadnak az XP-re. És ez vicca verza, te is adsz a társaidnak ugye fókuszt. Na most, hogy milyen arányban oszlik el ez a dolog? Ha a társaid ölnek, akkor 25%-nyi XP-t kapsz te, 75%-nyi XP-t kap az éppen felszerelt fegyvered. Ezért mondtam annak a drakós videóban, egy fegyvert szereljél föl, hogyha drakóra akarsz menni XP-zni, és hagyd a társaid ölni, mert az XP, amit ők ölnek, több, mint amit te tudsz ölni egyedül, ezért
gyorsan fel tudnak húzni a társaid, semmint hogyha te kilódnál ott, ölnél, mint az őrület, és lopnád el az XP-t a társaid elől, akik fel tudnának téged húzni. De sokaknak a matek az egy kicsit magas volt ezen a szinten már, úgyhogy most már legalább értitek. Szóval 25% megy a Warframe-nek, 75% megy a felszerelt fegyvereknek, abból, amit a társaid ölnek, és ez szétoszlik, ugye ez az XP szétoszlik 1,25% arányban. Szóval 1,25% fókuszpontnak a 25%-a, most remélem ez nem magas, a 25%-a megy a Warframe-nek, további 75%-a ennek a 1,25% fókusz XP-nek megy a fegyvereidre szétoszlatva. Szóval gyakorlatilag, hogyha sok fókuszpontot akarsz farmolni, egy fegyvert viszel be, amin egy lencse van felrakva, és a Warframe-eden is fel van rakva egy lencse, és hagyod a társaidat ölni, és a társaid nagyon sok fókuszpontot fognak tudni kiszedni neked. Akár így is lehetne ezt megmagyarázni. És ugyebár természetesen ez nem olyan egyszerű, mert hogyha egy nagyon jó damage-es karakter van nálad, akkor rengeteg-rengeteg fókuszpontot fogsz tudni összegyűjteni. A lényeg, ami lényeg, az a rövid lényeg az, hogy mindig legyen nálad, ha fókuszpontot akarsz farmolni, mindig legyen nálad, és minden fegyveredbe legyen, és minden karakteredbe, amivel mész játszani, legyen fókuszlencse. Ha egy iskolát akarsz húzni nagyon durván, akkor mindegyik ugyanolyan lencse legyen. Ha mindegy neked, akkor mindegyikbe csak legyen nálad lencse. Az a lényeg, mindig legyen nálad. Legyen a társaidnál is lencse. Ugye, arra együtt mentek, akkor legyen nálatok lencse. Azért, hogy a maximális fókuszpontot ki tudjátok osztani egymásnak, és segítsetek egymásnak a farmolásban, mert most már ezt az útvonalat vette fel, és van egy olyan érzés, ami ez is megmarad, mert egy csapatjáték, egy kópjáték a Warframe, és ebben az irányba kell tartani. És hogyha mindenkinél van egy kis fókusz, akkor elég sok fókuszt fogsz nyerni, azt kell, hogy mondjam. Nagyszerű farmoló, fókuszpont farmoló karakterek. Ash, Excalibur, Sarin, egyszerűen fantasztikusan OP a Sarin fókuszpont farmolása. Ivara, hogyha a stealth skillekre akarunk menni, akkor Equinox, Equinox olyan szintű sebzést tud kiosztani, mert XP-ket kapsz, és hirtelen így berobbantasz egy pályát, leölsz milliókat, elképesztően jól tud fókuszpontot farmolni, tehát a masszív damage, crowd control damage karakterek, mint ugye Sarin, Equinox, Hydrate, ha tudna ölni egy idő után az ultiával, akkor elképesztően sok fókuszpontot lehet velük farmolni, de tényleg elképesztően ahhoz képest, hogy milyen szinten nörfölték. Ennyi lett volna a videó. Remélem tanultunk valami hasznosat, remélem, hogy élveztétek, én köszönöm a figyelmet, a következő videóig, sziasztok!